Először is sok szeretettel köszöntök mindenkit a konferencia mai nyitó előadásán. 10-15 perc alatt annyi hogy lehet, hogy rögtön a reakciókkal kezdem, mielőtt hozzálátnék az előadásom bemutatásához. Én most kivételesen nem készültem prezentációval, hiszen nagyon sokat prezentálok, és, és úgy gondoltam, mai nap inkább egy rövid, alapvetően a uniós felkészülést, pénzügyi tervezést bemutató uh, értékelést tartok, hiszen uh, egy olyan folyamat kellős közepén vagyunk, ahol szinte naponta változik minden. Az előbb elhangzott reakciók is uh, nagy részt ehhez kapcsolódnak. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen fontos szerepe van az ágazatnak a magyar gazdaságban, és uh, ezen a területen én azt gondolom, nagyon jó együttműködés sikerült kialakítani az utóbbi uh, 9-12 hónapban melynek eredményeképpen rengeteg olyan jelzés, információ jutott el hozzánk a kormányzati oldal részvevőihez a piactól, amit sikerült vagy jogszabályokban, vagy megállapodásokban, vagy programokban beépíteni. Ebből a folyamatból szeretnék kiemelni néhány fontos elemet. Ugye van -e nekünk egy olyan infokommunikációs stratégiánk, amelyik az uniós tervezés alapdokumentuma, ennek a stratégiának a kialakításában nagyon fontos szerepet játszott maga a szektor, ezen belül az IVS, illetve azok a vállalatok, multinacionalis vállalatok, hazai kis- és középvállalatok, akik különböző munkacsoportokban részt vettek ennek a dokumentumnak az előkészítésében. Nagyon fontos kiemelni azt is, hogy vannak még olyan a 7-13 közötti pénzügyi időszakhoz kapcsolódó futó projektek, ahol Sikerült az IVS vagy más érdekvédelmi szervezet által jelzett információkat beépítve növelni a pénzügyi forrásokat, amik az ágazat részére rendelkezésre álltak. Ennek köszönhetően gob illetve EKOBban ban is sikerült többletforrásokhoz jutnunk. Csak az eco ebben az évben nagyjából 20-21 milliárd forint többletforrást sikerült létrehozni, ami részben annak köszönhető, hogy az ECO kapcsán a gyorsítás érdekében megtett intézkedések elértik azt a hatást, amit vártunk tőle, és ennek köszönhetően az eredeti 115 milliárdos keretet több mint 20 milliárd forinttal sikerült évközben megemelni. Ez egy nagyon fontos eredmény, ami részben a piacnak, részben az érdekképvisető szervek munkának volt köszönhető. Szeretnék említést tenni arról is, hogy költségvetési oldalon nagyon fontos szempont a bevételek növelése. Ennek érdekében kaptunk egy javaslatot a fordított táfa bevezetésével, bevezethetőségével kapcsolatosan, mely ügyben sok-sok egyeztetésen vagyunk túl, a részben hazai szinten, illetve most már az Unióval is. Így most már bejelenthetem azt, hogy Brüsszelnek élvezzük az elvi támogatását azzal kapcsolatosan, hogy az informatikai eszközök kiskereskedelmi értékesítése kapcsán a fordított áfát használjuk, alkalmazzuk a jövőben. Ennek megfelelően kezdtük el ezen jogalkotási feladat végrehajtását a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen. Azt gondoljuk, hogy ez is egy fontos eszköz az ágazat érdekeinek védelmében. Másik oldalról szerűen a költségvetésnek semmi olyan rosszul, hogyha ebből többletbevételek származnak, illetve a piac kifehérül teljes egészében. Uh, idén január 1-től él a közműadó intézménye, amelyek kapcsolatosan számos olyan megkeresés érkezett hozzánk alapvetően hazai kisvállalatoktól, amelyek mind-mind arra mutattak rá, hogy változtatni kell a jogszabály adómértékkel kapcsolatos szabályozásán, annak érdekében, hogy a kis cégek életben maradhassanak. Több körös egyeztetés után eljutottunk odáig, hogy elkészült a jogszabálytervezet pontos szövege, és a Nemzetgazdasági Minisztérium várhatóan az őszi adócsomag keretében fogja benyújtani a parlament elé azt a csomagot, amiben lehetővé tesszük azt, hogy sávos mértékben, nagyjából 3 400 km-es vezeték távolságig egy nagyon kedvezményes csökkentett adót kelljen csak fizetni. Ez az intézkedés természetesen mindenkire vonatkozik, tehát kicsikre, nagyokra egyaránt. Szintén szeretném kiemelni azt, hogy elindítottunk egy kísérleti projektet ebben az évben, amit digitális otthon program néven ismer a közvélemény. Ez a programprojekt Miskolcon valósul meg. Ennek a projektnek az az elsődleges célja, hogy az állam kötelező feladatait, ami ezt a területet érinti, azaz kereslet, kínálat, növelése, szabályozás, illetve finanszírozási háttér biztosítása, kipróbáljuk egy olyan projekten keresztül, melynek keretében a keresletet növelünk, hiszen reményeink szerint jelentős számú új piaci szereplőt tudunk behozni ezen program révén. Másrészt a digitális írás vonatkozásában erősítjük egy régió helyét szerepét ezen a szintéren, hiszen itt komoly lemaradásban vagyunk az Európai Uniós átlaghoz képest, nem beszélve az élejáró országokat a világon. Ennek keretében zajlik jelen pillanatban a projekt gyakorlatilag teljes beszerzési folyamata, és a reményeink szerint ősz közepén megkezdődik az eszközök kiosztása is az érintett pályázók, illetve nyertesek részére. A távközlési szektorral számos olyan megbeszélést, egyeztetést folytattunk szinte kizárólag az EVS égisze alatt, amelynek keretében korábbi ígéretemnek megfelelően figyelembe tudtunk venni számos módosító javaslatot. Ez a korábbi években a 10% alatti szintet sem nagyon ért el. Az idejében nagyjából a bejelkezett észrevételek harmadát felét már be tudtuk építeni a jogalkotás folyamatában a parlament időszakban, illetve létre tudtunk hozni egy olyan felületet, amelyen keresztül nagyon gyorsan és reményeim szerint már a jövőben rugalmasan tudjuk az így keletkező igényeket kezelni, illetve a piac számára fontos jogi környezetet számukra is előnyösen kialakítani és biztosítani. Szintén ö, Többkörös megbeszélés egyeztetés volt a pénztárgépek bevezetésével kapcsolatosan az IVS szégis Itt is szeretném megköszönni az IVS ezzel kapcsolatos segítségét és támogatását. A 2017 13 as időszakkal kapcsolatosan szeretnék néhány dolgot kiemelni, amit mindenképpen el kell kerülnünk a következő pénzügyi tervezési időszakban. Ezt mindannyian megtapasztaltuk, hogy az informatika párhuzamos irányítása, vezetése, mennyi-mennyi problémát jelent nekünk kormányzaton belül, illetve a piaci szereplők számára vagy a pályázók részére egyaránt. Éppen ezért az a kormányzati szándék erősödött folyamatosan az elmúlt időszakban, hogy lehetőség szerint a döntési folyamatok, a szabályozás, az intézményrendszer mind-mind a központosítás irányába menjen. Ebben a folyamatban voltak olyan elemek, amik a piac számára kevésbé fontosak. Ennek köszönhetően például a Nemzeti Infokommunikációs szervezetünk a NISZ számos olyan feladatot kapott, részben a járáshivatalokkal, részben az oktatási tankerületi hivatalokkal, részben a közigazgatási intézmények ellátásával kapcsolatosan informatikai oldalon is, a hálózati kapcsolatok biztosításán túl, amelynek köszönhetően számos komoly beruházást tudtunk megkezdeni, illetve jelentős költségmegtakarítást tudunk elérni. Ezen túl szeretnénk azt elérni, hogy a párhuzamosságok teljes körülön szűnjenek meg a következő pénzügyi ciklusban, úgy a közbeszerzések, mint az intézményrendszer, amely a pályázatok elbírálásával, a döntések meghozatalával foglalkozik vonatkozásában, és ehhez szeretnénk egységes kormányzati szabályozási, illetve döntéshozatai rendszert is kialakítani. Nagyon fontos, szempont a 2017-13-as ciklussal kapcsolatosan, hogy sokáig nem működött a kontroll, a teljesítményértékelés intézményrendszere, folyamatrendszere. Ezt ebben az évben tudtuk úgy kialakítani, hogy ECOP vonatkozásában teljes körülön, az egyéb operatív programok vonatkozásában pedig részlegesen el tudott indulni, és ennek áldásos hatás az is például, hogy 20 milliárd forinttal tudtuk az idei Keretet, illetve a 7 éves keretet az ekoponatkozásában megemelni. Szeretnénk elkerülni azt is, hogy a jövőben párhuzamos fejlesztések, párhuzamos beszerzések, szigetszerű rendszerek jöjjenek létre, alakuljanak ki. Ennek érdekében a most tervezés alatt álló operatív programokban igyekszünk olyan rendszert kialakítani, ami ezt már az alapoknál melkadályozza, illetve egységes megoldásokat, egységes eljárásrendet biztosít majd az intézmények számára célrendszer az az utolsó elem, amiről szeretnék még említést tenni. A 2007-13-as operatív program esetében számos olyan cél került megfogalmazásra, ami teljesíthetetlen. Nagyon sok vitánk volt arról a kormányzaton belül, hogy milyen mértékben nyújjunk bele ezekbe a célokba. Akik belenyúltak, jó jártak, hiszen lényegesen könnyebben tudták teljesíteni a feladataikat, lényegesen könnyebben tudták megvalósítani azokat a célokat, amiket ebben a kormányzati ciklusban szerettünk volna elérni. Ugyanakkor, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, vagy nagyon bonyolult lett volna Brüsszelen keresztül ezt a fajta módosítást átvezetni, azok szinte vértizadnak. Vért, izadnak. vért izadnak, mert olyan célokat kell megvalósítani, vagy olyan célokat kell teljesíteni, aminek sok esetben semmi értelme nincsen. Egy 8-9-10 évvel ezelőtti teljesen más piaci körülményekhez, társadalmi, szociális helyzethez igazodó elvárásrendet kellene megvalósítani, amin az idő már réges-régen túllépett. Éppen ezért szeretnénk elérni azt a következő ciklusban, hogy legyen lehetőség a felülvizsgálatra, legyen lehetőség a visszacsatolásra ne csak nemzeti, hanem brüsszeli bizottsági szinten egyaránt. Ezt már jeleztük Brüsszel felé több körben, és nagyon szeretnénk ezzel a lehetőséggel a későbbiekben is élni. Ez a saját ágazatunk számára rendkívül fontos feltétel, hiszen az IKT szektor esetében 8-9-10 éves végrehajtási tervet, célrendszert úgy meghatározni, hogy a kapcsolódó elemek, szabályozási elemek, vagy hardware eszközök, szoftver szoftverelemek 3-4 évente jelentős mértékben megváltoznak, óriási felelőtlenség lenne. Azt szeretném kérni éppen ezért a szektor képviselőitől, hogy úgy az érdekképviseleti szervezeteken keresztül, mint az anyavállalatokon át, ezt folyamatosan jelezzék a döntéshozók irányába, ne csak hazai, hanem nemzetközi szintéren is. A 2014-20-as időszakra térnék át, hiszen Jelen pillanatban ez a legnagyobb feladat, hogy a forrásokat, illetve a kapcsolódó eljárásrendet és intézményrendszert megtervezzük, kialakítsuk, véglegesítsük, és szerintem a kérdések vagy a problémák jelentős része is ehhez a folyamathoz kapcsolódik most. Maga az a stratégia, amit elkészítettünk, vagy előkészítettünk, és jelenleg a társadalmasítást követő vélemények értékelése zajlik. Én azt gondolom, hogy kellő alapot nyújthat ahhoz, hogy jó irányba menjünk tovább. Ugyanakkor nagyon sok múlik majd a konkrét operatív program szerkezeten, a kapcsolódó források mértékén nagyságán, illetve annak az egységes eljárásrendnek a kialakításán, amiről én ugyan beszéltem, de ez még papíron nem létezik. Kezdeném a stratégiával, hiszen a stratégia az, ami alapvetően meghatározza a céljainkat, összegyűjtve azokat, illeszkedve az Európai Unió digitális menetrendjéhez. A mi uh, hazai céljaink alapvetően négy pillérhez kapcsolódnak, ezek közül az első a digitális infrastruktúra kérdése, ahol uh, jelentős, lényeges fejlesztést szeretnénk elérni, hiszen a keresleti-kínálati oldal egyik fontos eleméről beszélünk. Uh, nem csak az állam, hanem a piaci szereplők vonatkozásában is fontos az, hogy jó infrastruktúrával rendelkezzünk, illetve a technológiáknak megfelelő infrastruktúráis hátteret tudjuk biztosítani az alkalmazásaink számára másik fontos terület a digitális kompetenciák biztosítása. Ezen a téren a legfontosabb dolog szerintem a írástudatlanság csökkentése, jelentős mértékű csökkentése, ezen keresztül a fogyasztói piac méreteinek a növelése. Itt szeretném azonban megemlíteni azt is, hogy azok a képzési oktatási folyamatok, amelyek a kormányzati döntéseinkhez kapcsolódóan mondjuk a mostani idei nyári felvételi számokban jelentkeztek, azok nem túlságosan pozitívak. Ugye friss adat, 18%-kal csökkent az informatikai felsőoktatásban induló első száma, ennek semmiképpen sem örülhetünk, pláne annak fényében, hogy számos helyen nem kerültek betöltésre az intézmények által biztosított oktatási férőhelyek ez egy elég komoly probléma, és a, a problémák mélyére azt gondolom, hogy az alapfokú kell visszamenni. Ez az a terület, ahol hosszú távú építkezésnek tere és lehetősége nyílhat, és ezen a téren kellene nagyon gyorsan és nagyon erősen változásokat kikényszerítenünk. A Nemzeti Alaptanterv idén összel életbe lépő változásai, azok Egyrészt annyira frissek, hogy nehéz őket még értékelni, másrészt olyan információk birtokába juttattak bennünket, ami mindenképpen azt igényli, hogy finomítsunk, módosítsunk egy-egy részletszabályon. Így például számunkra érthetetlen módon informatikai szakköröket egyelőre csak 16 óra után lehet megtartani, ami semmiképpen sem kedvez az informatika oktatásnak az iskolák vonatkozásában. A másik probléma pedig az, hogy az informatika órák kötelező, kötelezőségének eltörlése mellett lehetőség nyílt a heti szabad órakeret informatikai célú felhasználására. Ezt az iskolák többsége, hál' Istennek, pozitívan élte meg, és jelentősen növekedtek az iskola iskolák által oktatott informatikai óraszámok. Ugyanakkor nincs pontos képünk még arról, hiszen a tanév csak most indult, most indult hogy ezt a gyakorlatban a fővárosi, megyeszékhelyi, kistérségi iskolák milyen arányban használták, használják fel. Nem tudjuk azt, hogy a leszakadó területek, térségek tudtak élni ezzel a lehetőséggel, vagy eszköz, erőforrás, esetleg oktatók hiány számukra ez egy elérhetetlen álom maradt ezt mindenképpen folyamatosan monitoroznunk kell, és itt szeretném kérni a piac szereplőjét is, hogy lehető legnagyobb figyelmet szenteljék ennek a területnek. Mindenképpen el kell érnünk azt, hogy erősödjön az informatikai oktatás már az általános iskolák szintjén, majd ezt követően a középfokú oktatásban a gimnáziumok, a szakiskolák, szakközépiskolák vonatkozásában is legyen egy folyamatos minőségi informatika oktatás. Ehhez természetesen oktatókra is szükség van. Van egy érdekképviseleti szervezet jelenleg az oktatóknak, akik próbálják magukat a felszínen tartani. Én azonban azt látom, hogy részben a szakmai prestés csökkenése miatt, részben a pénzügyi-financiális problémák miatt itt sem állunk olyan jól, mint ahogy lehetne. Éppen ezért szeretnénk egyrészt az oktatók képzését, másrészt meg a finanszírozási helyzetét javítani. Ennek egyik eleme a pedagógusok béremelése, ami természetesen az informatika tanárokra is kihat és vonatkozik. Másik fontos elem viszont egyelőre megoldatlan az ő szaktudásuk, szakismeretük, frissen tartása, folyamatos képzés biztosítása számukra elsősorban gyakorlati jelleggel. Én azt gondolom, ezen a téren van bőven feladatunk, így közösen ebben a körben, és várjuk az ezzel kapcsolatos javaslatokat. Harmadik fontos eleme a stratégiának a digitális gazdaság szélesítése, bővítése. Erről nagyon sokat beszélünk. Ennek ellenére azt gondolom, hogy óriási lehetőségek vannak ezen a területen. A kis- és középvállalatok fejlesztésén keresztül, a startup cégek támogatásán túl az innováció, az inkubáció, illetve a klaszteresedés szélesítésével, kereteinek javításával, bővítésével illetve számos olyan piackonform jogszabály biztosításával, amik lehetővé teszik azt, hogy nőjön az elkereskedelem, azok az elektronikus formák, amelyek egy cég működését megkönnyítik, minden hivatalos eljárásrendbe bekerülve valóban támogassák őket, és ne akadályként tornyosuljanak előttük. Utolsó fontos eleme ennek a csomagnak a digitális állam továbbfejlesztése. Ezen a téren is azt gondolom van bőven tennivalónk részben infrastruktúráis oldalról, ahol egyébként nem állunk már rosszul, sokkal nagyobb a lemaradás az alkalmazások, az elszolgáltatások oldalán. Éppen ezért a hangsúlyt erre a területe szeretnénk a következő hét évben helyezni. Nagyon fontos azonban az itteni sikerek elérése kapcsán, hogy olyan szabályzói környezet jöjjön létre, ami lehetővé teszi az adott ügyviteli eljárások, ügyviteli folyamatok, tényleges és lényeges csökkentését is. Éppen ezért itt nagyon fontos szerepe lesz az adott költségvetési közigazgatási intézménynek, illetve az adott tárcának abban, hogy ezek az egyszerűsítések valós egyszerűsítések legyenek az eljárásrendet illetően, ne csak elektronizálásról beszéljünk a jövőben. Van még egy fontos eleme a következő hét évnek, ez a Horizon 2020-2020, vagy én Horizonnak hívom, leegyszerűsítve. Ezen a területen óriási források állnak valamennyi európai ország rendelkezésére, és alapvetően rajtunk múlik, hogy ebből mennyit fogunk tudni felhasználni. Összesen 87 milliárd euró áll a 28 tagállam rendelkezésére nyitva három nagy program keretében, azzal a célral, hogy vagy a tudományos terület fejlesztéséhez kapcsolódó, vagy az ipari vezetőszerep biztosításával kapcsolatos, illetve szociális kihívások megoldásával kapcsolatos célcsoportok támogatására kerüljenek ezek az összegek felhasználásra. Én azt gondolom, hogy ebben az óriási forráskeretben az egyik nagy nyertes az IT-szektor lehet. Ahhoz azonban, hogy itt valós forrásokhoz juthassanak magyar cégek, teljesen más pályázatrendszerre, teljesen más döntéshozatali mechanizmusra kell felkészülni. Ezeket a forrásokat Brüsszel központilag fogja elosztani. Ezekhez a forrásokhoz akkor lehet hozzájutni, hogyha magyar cégek környező országokbeli cégekkel, illetve tudományos kutatóműhelyekkel együttműködve készítenek elő pályázatokat. Mindenképpen határon átnyúló programokkal lehet csak majd jelentkezni, és mérhetővé is válnak ezek a beruházások, illetve pályázatok. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy kövesse az ezzel kapcsolatos információkat. A Nemzeti Innovációs Hivatal az ügygazdája ennek a területnek. Számos olyan konferencia rendezvény lesz a jövőben, ahol ezeknek a programoknak a részleteit, a pályázat feltételeit, illetve formáit be fogják mutatni a hallgatóság részére. Reményeink szerint a mi ágazatunk, az ICT szektor jelentős forrást tud ebből a keretből felhasználni a következő hét évben. a 2014-20-as időszakkal kapcsolatosan arról beszéltem, hogy zajlik a források tervezése. Nagyjából ott tartunk jelen pillanatban, és ez egy adott pillanat, tehát ez még változhat a következő hónapokban, hogy a Ginopon belül található az informatikára fordítható pályázati pénzek nagy része. Amit most mondtam, ez szöges ellentéte annak, amit nagyjából fél évvel ezelőtt egy korábbi konferencián jeleztem, hogy mit szeretnénk. Mindenképpen azt szerettük volna, hogy legyen egy egységes informatikai operatív program, melynek keretein belül mind a piaci, mind az állami, mind a digitális írás tudással, íráskészségfejlesztéssel, mind az elgazdasággal kapcsolatos források egyhen állnak rendelkezésre. A politikai döntés, ami a keretek felosztásáról, illetve a célok meghatározásáról szólt, az mást hozott. Ennek megfelelően a GINOBba kerültek az informatikával kapcsolatos tervezési feladatok. Az elmúlt időszakban a Brüsszel-el viszont abba az irányba mutatnak, és ez megint egy állapot, ami még változni fog a következő hónapokban, hogy nem fér bele a ginobba minden informatikával kapcsolatos beruházás, fejlesztés, hiszen, hiszen ez egy alapvetően piaci célokra kialakított forráskeret, és közszolgáltatásokat, közszolgáltatásfejlesztést, egészségügyi informatika jellegű egy oktatási informatikai jellegű fejlesztéseket nem biztos, hogy Brüsszel ebből a keretből engedélyezni fog vagy támogatni tud. Éppen ezért a következő időszakban dől el az, hogy milyen mértékű források lesznek az egyes keretekben. Most azt tudom elmondani, hogy jelen pillanatban mi az, ami biztosra vehető. A kínapon belül a hármas tengely, a hármas prioritás tartalmaz az IKT szektor pályázati pénzeinek a zömét, ez 287 milliárd forint, ez lényegesen több, mint az elmúlt 7 évben rendelkezésre álló 115 milliárd. Emellett sikerült elérnünk azt, hogy a GINAPON belül a hatos tengelyen a pénzügyi eszközök cím alatt 50 milliárdos keret kerül kialakításra az ICT szektor részére. Ez a keret alapvetően hitel, garancia, kockázatítőke, startup támogatás céljára, kerül elkülönítésre. Ebből a forrásból én azt gondolom, hogy hosszú távon tudjuk biztosítani az ágazat működőképességét, likviditását. Itt a források egy része az ugye visszajön ebbe a keretbe a következő hét év során. Ez kellő pénzügyi alapot biztosít ahhoz, hogy az ágazat tovább tudjon nőni a következő ciklusban. A GINOP 1-es prioritáson tengelyen található a KKV-k támogatási kerete. Itt gyakorlatilag piacon múlik az, hogy mekkora összegű forrást tud, akar felhasználni informatikai jellegű beruházásokra, hiszen a keret gyakorlatilag mármilyen típusú fejlesztést, támogatást az OP célok függvényében lehetővé tesz majd a szektor képviselői számára. Ezen keresztül gyakorlatilag korlátlanul lehet saját belső informatikai beruházásokat, fejlesztéseket, termékfejlesztést megvalósítani az ide pályázó cégek részére. Van még egy keret, az innovációs keret a Ginepon belül, amelynek egyrészt a kerete még bizonytalan, másrészt a helye is némileg bizonytalan. Ugyanakkor itt is jelentős forrás áll majd rendelkezésre, amelynek egyik nagy haszonélvezője várhatóan az ICT szektor lesz. Az elmúlt időszak adatai azt bizonyították, hogy ezen a téren magas szektor nagyon jól szerepelt, nagyon jól helytált és a következő hét is várhatóan mi leszünk az egyik legnagyobb forrás felhasználó. A GINOP 3-as prioritás vonatkozásában van már részletesebb bontásunk is. Itt csak a címeket szeretném kiemelni, milyen címeken lehet majd pályázni ezekre a keretekre. A GINOP 3-as tengelyen nálunk a, az egyes alfejezet a versenyképes IKT szektor megteremtése, illetve fejlesztése cím lesz. A második fejezet a digitális gazdaság fejlesztése cím lesz. A következő fejezet az infokommunikációs készségek és ismeretek növelése lesz, míg az utolsó a infrastruktúra és hálózatok fejlesztése cím alatt fut. Ezek azok a ma már biztosra vehető programelemek, amik ebből a tengerből kerülnek finanszírozásra. Bizonytalan még a e-közszolgáltatások, illetve az állami infrastruktúrához kapcsolódó informatikai fejlesztések feladat megosztása a GINOP 3-as illetve az EFOP között, amiről mindjárt teszek említést. Az infrastruktúra operatív program a következő olyan nagy fejezet, amelyen belül szintén állnak majd informatikai jellegű források rendelkezésre. Ebben a projektben, illetve ebben a programban alapvetően a közlekedési infrastruktúrafejlesztéssel, közlekedési, elektronizálással kapcsolatos ICT termékek, illetve pályázatok kivetnek majd be. Itt még egyeztetés alatt van, hogy mekkora forrás, illetve keret áll majd a rendelkezésünkre. Én úgy számolok, hogy nagyjából 30 és 50 milliárd közötti összeg lesz az, ami itt az ágazat rendelkezésre áll a következő hét évben. A KEHOP program keretében a környezetvédelemmel, energetikával kapcsolatos Fejlesztések fognak megvalósulni. Itt uh, elég bizonytalan még az informatikára fordítható források összege. Ennek oka pedig az, hogy a, a smart megoldások uh, generálisan kiemelt támogatást képeznek, és uh, ha ezeket is figyelembe vesszük, akkor, akkor borzasztóan nagy szám is kijöhet. Én azonban óvatos vagyok, alapvetően csak a klasszikus informatikai infrastruktúra és alkalmazás fejlesztést nevezném elsőkörben ICT-nek. A smart meteringgel kapcsolatos és egyéb smart megoldásokra rendelkezésre álló forrást én még egy picit bizonytalannak látom. Részben azért, mert a Horizon 2020-ban is vannak ilyen források, illetve nem teljesen tiszta számunkra az, hogy az Európai Unió ezen a mit szeretne eh, célként kitűzni a tagállamok számára. Úgyhogy a Kehobban az előbbinél az ICOP-nál, bocsánat, ICOP-nál picit kisebb, nagyjából 10-15 milliárdnak megfelelő összeg majd a rendelkezésre, ami klasszikus értelemben ICT jellegre használható fel. Van még egy nagyjából 7-8 milliárd forintos rész a vidékfejlesztési programban, ez a program alapvetően az agrárgazdaság, az agrárintézmények támogatására szolgál, és hozzájuk kapcsolódó ICT fejlesztéseket támogat, illetve biztosít. Utolsóként hagytam az EFOP-ot, az Emberi Erőforrások Operatív Programot, részben azért, mert ezen program és a GINOP között várható még átcsoportosítás. Ez az egyetlen átcsoportosítás, ami a közeljövőben operatív programok szintjén megvalósulhat, Másrészt a jelenleg ároknak és ekoknak hívott programelemek, a jó államprogram várhatóan ebbe az operatív programba kerül, és ehhez kapcsolódóan kell lehatárolnunk, hogy milyen elközszolgáltatás jellegű programok kerülnek majd ide, illetve milyen egészségügyi és, informatik és oktatási informatikai fejlesztése kapcsolhatók be ebbe a programba. Az azonban már látszik, hogy nagyjából 50 milliárd forint áll majd rendelkezésre ezen a kereten, dedikáltan informatikai fejlesztésekre. Összességében, alsó hangon is ez több mint 400 milliárd forint, ami ebben a formában rendelkezésünkre áll. Én azt gondolom, hogy ez a következő 7 év pénzügyi alapjait, finanszírozási hátterét az ágazat számára megteremtheti. Ugyanakkor nem feledkeznék meg arról sem, hogy nagyon ambiciózus célokat tűztünk ki. Az egyik ilyen cél, hogy szeretnénk a magyar exportot az ICT vonatkozásában lényegesen javítani, bővíteni, erősíteni, részben szabályozási eszközökkel, részben diplomáciai eszközökkel, részben pedig financiális keretek háttérbiztosításával, és én azt gondolom, ez az a terület, ahol kiemelt szerep jut majd az IVS-re, illetve kiemelt feladat jut azokra a vállalatokra, akik ilyen típusú pályázatokban, programokban, fejlesztésekben részt kívánnak venni a jövőben. Nagyon remélem, hogy azt az ambiciózus célt, ami 50% exportbővülést jelent a következő hét évben, azt teljesíteni fogjuk, teljesíteni tudjuk. Azt gondolom, hogy a szektor elmúlt évi adatai a tőlünk függetlenül zajló gazdasági események mellett is biztatóak. Ha ehhez még állami forrásokat tudunk, állami támogatásokat tudunk biztosítani, akkor azt gondolom minden esély meg lesz arra, hogy ezt az ambiciózus számot teljesíteni tudjuk. A digitális menetrendben vannak azok a szerintem mindannyiunk által ismert célok, mint szélesselfejlesztés, fejlesztés, digitális írás tudás szintjének emelése, illetve egyéb elgazdaságfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, amiről már nagyon sokszor sokat beszéltem. Ezek természetesen szerepelnek a mi stratégiánkban is, ezek természetesen szerepelnek az Európai Unió digitális menetrendjébe is. Azonban vannak hiányosságok is, ilyen hiányosság, amiről hiszem egyszer már tettem említést, a mobil szektor, illetve a mobil piac megjelenés. A mobil alkalmazások, mobil megoldások használat, ez teljesen kimaradt az Európai Unió digitális menetrendjéből. Éppen ezért kezdeményeztük azt, hogy ezzel mindenképpen bővítsük a célcsoportot. Mi hazai nemzeti szinten elég hangsúlyos szerepet szeretnénk szánni ezeknek a fejlesztéseknek. Tehát lesz forrás ilyen típusú beruházások támogatására is lassan szerintem az időm végére értem. Azt gondolom, hogy a következő három-négy hónap pontot tesz ma még nyitott kérdésekre szinte valamennyi esetben. Reményeink szerint az a forrásmennyiség, ami a következő években rendelkezésünkre áll, az egy dinamikus fejlődés biztosít majd az ágazat számára, és jogalkotási oldalon pedig úgy gondolom, hogy folyamatosan tudunk a kor követelményeihez, igényeihez alkalmazkodni. Éppen ezért az, azt gondolom, hogy valóban egy olyan fejlődési szakasz előtt állunk, ami mindannyiunk sikerére vezethet a következő időszakban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.